Sorozatban negyedik győzelmét aratta a Kisvárdai KC, a Szeged ellen elszenvedett egy gólos hazai vereség óta nem tud hibázni Rácz Csándor együttese. A legutóbbi fordulóban a Gödies ellen már a szünetig eldöntötték a mérkőzést a hazaiak, a 21 10 első fél idő után csak formalitás volt a második 30 perc. A várdaiak végül 37-24-re nyerték meg a találkozót. Nekünk a sorsfordító meccsünk, nem a sorsdöntő sorsfordító a Kispest volt. Azt követően ugye elmentünk egy gólviharba, Debrecenbe, ahol nem tudtuk ö, redukálni a kislokinak a góljait, viszont 43-at lőttünk. Jött a göd, ez egy más jellegű meccs volt, én úgy gondolom, hogy hamar beállt a jelentős különbség a 12 gól, és azt őrizgettük a meccs végéig. A kisvárdai káci szombaton 16 órai kezdettel a budapesti Szent István csapatát fogadja a városi sportcsarnokban. Egy szemtelen Pimasz csapat, sok meglepetést okozott, ő tépászta meg először a Kispestet, a hazai pályája az, az varázslatos, tehát azt mondom, hogy szégyen, hogy olyan körülmények közt játszik, tehát ilyen alkonyat, nászészakai alkonyatban alig látszanak a vonalak, meg egyéb, tehát igazi hazai barlangba játszik, de idegenben is okozott már meglepetéseket. Két-három középső játékosok nagyon-nagyon be van töltve, fegyelmezett, dinamikus, agresszív védekező csapatot játszik. Az NB 1B keleti csoportjának élén az Egri Eszterházi KFSC 40 ponttal, megelőzve az egyaránt 39 pontos Kispestet és Kisvárdát. Amennyiben mindhárom csapat megnyeri soron következő meccsét, a zárófordulóban a Kisvárda Eszterházi találkozó dönti majd el a bajnoki cím sorsát.